A településen belül több helyszínen is zajlott az ünneplés. Ez a rendezvény minden évben rengeteg embert vonz, legyen az helybeli vagy ide látogató turista. Mi helybeli lakos vagyok, tehát mi minden évben itt vagyunk. És milyenek szoktak ezek a vásárok lenni, hogy ennyire vonz, hogy most is itt van? Hát szerintem színes, változatos, koncertek is szerintem nagyon vonzók, a gasztroudvar is, hát ugye a felhozatal, ami van. És hát a gyerekeknek ugye ez a legfontosabb, hogy nekem van már két unokám, és akkor velük is leszoktam jönni, nyilván. Az 55 éves jubileum alkalmából még szépségversenyt is rendeztek. A pécsváradi Leányvásár szépe címet Jónás Dorina 16 éves diáklány nyerte el. A megmérettetés különlegessége volt, hogy népviseleti ruhában kellett megmutatni magukat a jelölteknek. A fiatal lánya népszerű internetes szavazáson és élőben is megnyerte a koronát. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és nem gondoltam volna, hogy ez így mind a két helyezés sikerülni fog. És hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki így mögöttem állt, a Sárközi Néptánc Egyesületnek, és mindenkinek, aki támogatott ebbe az egészbe. Én Pécsre járok a Kodály Zoltán gimnáziumba, énekzene tagozatra, és a zenével is fogok tovább menni, valószínűleg művészeti karra, egyetemre. Az év folyamán a település legnagyobb és legfontosabb rendezvénye a pécsváradi Leányvásár. Az évtizedek során multikulturális fesztiválán nőtte ki magát a több mint fél évszázados rendezvény. A néptánc csoportok mellett ugye könnyűzenei nagy előadók, mint helyi, mint pedig országos hírű előadók is vannak. Néptánc együttesből, annak ellenére, hogy ebben az évben elég rövid idő állt rendelkezés arra, hogy megszervezzük a rendezvényt, hiszen ugye bő egy hónappal ezelőtt kaptunk zöld utat itt a pandémia miatt a megszervezés lehetőségére. Ennek ellenére 20 néptánc együttest köszönhetünk itt a hétvégén. Ez közel 600 néptáncost jelent, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép és nagyon színes paletta. Még Andocsról, Buzsákról, tehát messzebbről is, tehát Somogy-Tolna megyén kívülről is érkeznek néptánc együttesek. Ez mindig is egy nagyon nagy lehetőség és egy nagyon nagy dicsőség volt a néptánc együtteseknek is, hogy itt a Leányvásáron föllépjenek. Korábban ugye voltak minősítők is, természetesen ezt a jövőben is majd tervezük szintén újból visszaállítani. A lényeg az, hogy a néptánc együttesek is nagyon szép számmal, tehát nem csak a környékről, hanem messzebbről is jönnek. Hát a könnyűzenei palettára kitérve, nyilván a helyi zenekaroknak is adunk lehetőséget, ugye nekünk van egy nagyszerű big bandünk, van egy ebben az esztendőben aranyminősítés szerzett pécsváradi Részhúvos Kamara együttesünk, aztán van egy Zengővárad rezes bandánk, illetve vannak a Zengő rezeink, akik majd a holnapi Sárközi Ösztáncnak a talpalávalóját fogják szolgáltatni. Úgyhogy nagyon sok helyi együttesünk van a populáris vonalon is, hiszen van egy családi zenekarunk is, kicsit elfogult vagyok, mert én is tagja vagyok ennek a csapatnak, ez az Epsons családi zenekar. Tavaly ünnepeltük 25. jubileumunkat, viszont a pandémia miatt most ez is csúszott, tehát plusz 25 plusz egy címmel adunk épp nem sokára 5 órától egy koncertet itt a kis színpadon. Gasztroudvar, musical előadás, kiállítás, gyerekprogramok, a pécsváradi szelíd gesztenyést idéző sült gesztenyés és számos helyi és környékbeli termelő kereskedő is elhozta áruját, hogy ezzel is kedvébe járjon a vásárra kilátogatóknak.